2021 utolsó Mi a fáma epizódja következik, öveket becsatolni. A nagyváradi tömegközlekedési vállalat ünnepi köntösbe bújtatott egy városi buszt. Ez elsőre nem hangzik egy túlságosan progresszív döntésnek, a legtöbb városban ez bevett szokás. A helyzet akkor kezdett izgalmassá válni, amikor több nagyváradi sofőr panaszt tett a busz kinézetére. Egy kamionsofőr arról számolt be, hogy le kellett húznia az út szélére, mivel a csicsás autóbusz teljesen elvakította. Olyan sofőr is volt, aki megijedt a felé tartó üstököstől. Valaki meg azon túrázta fel magát, hogyha ő díszítené ki így az autóját, akkor a gépjármű nyilvántartó valószínűleg megbüntetni. Végül a kellemetlenségeket elkerülendő, a tömegközlekedési vállalat eltávolította a díszeket, de az igazgató nyilatkozatában megemlítette, hogy néhány utasnak azért tetszettek a fények. A román rendőrség egyenruháját árulta egy férfi Sepsiszentgyörgyön. A kereskedő 170 darab rendőrök által viselt trikót és inget próbált értékesíteni, csak hogy a törvény tiltja, hogy ezeket a ruhadarabokat bárki is áruba bocsájtsa. Gúnya. Nagyon durva. Az egyenruhaszagot persze a valódi egyenruhások is kiszagolták, és mondták, hogy na-na. Aztán 10 000 lejre megbüntették a bizniszment, és a készleten lévő árut is lefoglalták. Így hát a szentgyörgyi kopóknak végre nem kell aggódniuk a kávé és pörkölt foltok miatt, hiszen bármikor magukra kaphatnak egy vadi új inget. Poénos Facebook bejegyzést tett közzé a Gyurgyu megyei prefektúra. Mint írják, a Mikulás nem volt túlságosan nagylelkű egy fiatalemberrel, aki mindent elkövetett, hogy kicselezze a vizsgáztatókat. A 21 éves srác negyedjére jelent meg a KRESZ vizsgán, állítólag az előző 3 alkalommal 0 pontot szerzett. Negyedjére biztosra akart menni, ezért a testére ragasztott néhány vezetéket, meg egy mobiltelefont is becsempészett, hogy túljárjon a vizsgabiztosok eszén. Szerencsétlenségére elég hamar lebukott, és a mellkasán csüngő berendezést továbbították a rendőrségnek, hogy kivizsgálják az ügyet. Gyurgyu megyében utoljára 2018-ban történt hasonló eset, ám országos szinten valamivel gyakrabban kapnak csaláson KRESZ vizsgázókat. Egy nagybányai anyuka péntek délután elindult az oviba, hogy hazavigye gyerekét. Ebben a hétköznapi műveletben egy szintén átlagosnak nevezhető jelenség zavarta meg, méghozzá a délutáni forgalmi dugó. Már 40 percet késett, az ovonéni is hívta, hogy mi lesz így a porontja, és a dugó sem akart megszűnni. A kellemetlenségek összessége előhívta az anyatigrist, aki azt hitte, hogy most aztán ő pontot tesz a forgalmi fennakadás végére, és tárcsázta a helyi rendőrséget, majd közvetlenül ezután a 112-es segélyhívószámot. Kicsit nehéz elképzelni, hogy milyen hollywoodi filmbe illő jelenetet képzelt el a hős anyuka, talán arra gondolt, hogy helikopterrel fogják kimenteni őt a dugóból, és egyenesen az óvoda udvarára röpítik. A valóságban viszont csak annyi történt, hogy a diszpécser közölte a nővel, hogy ők nem tudnak semmit sem tenni. Azt javasolta, hogy tegyen panaszt az önkormányzatnál, mert úgyis ők felelnek a közlekedésért. A sztori furcsaságához az is hozzátartozik, hogy még kérdőre sem vonták a nőt azért, mert fölöslegesen pazarolta a hatóságok idejét. Németország egyik legnagyobb online autós áruházában egy igazi gyöngyszemet árulnak. Egy tökéletes állapotban lévő veterán jármű keresi új gazdáját, de nem akármilyen autóról van szó, kérem szépen. Egy 1975-ös Dacia 1300-asról van szó. A szépségnek ugye ára van, ami jelen esetben eléggé borsósnak tűnik. Dachwagenünkért holmi 12.490 eurót várnak, de a jó hír az, hogy akár 60 havi részlet fizetéssel is megvásárolható. A hirdetésben szereplő fotók alapján tényleg úgy tűnik, hogy jó állapotban van a kicsike, még sohasem balesetezett, mivel a nagypapi úgy vigyázott rá, hogy szinte végig a garázsban tartotta. Szerintem ez eléggé megérősen hangzik, az árérték arány tuti stimmel, szóval tessék csak lecsapni rá! Köszi, hogy velem tartottatok az 5. adásban is. Ezzel az első évad véget ért, jövőre folytatjuk. Addig is írjátok meg kommentben az észrevételeiteket, tanácsaitokat, hiszen ezzel sokat segítetek, hogy a 2. évad még jobb legyen. Vigyázzatok magatokra, áldott karácsonyt és boldog új évet!